egy pár gondolatot a kocsányos tölgyről. Ugye a mi fánk, a kocsányos tölgy, a legősibb, legidősebb ugye, tájalkotó fánk, a kocsányos tölgy. Szerintem mindenki ismeri, magfának is mondják, ugye nyilván a termésére utalva. Különlegessége az, hogy a régi alföldi viszonyok között, amikor víz járta, folyó járta vidék volt ez, illetve mocsarak szabdalták, kevés erdős folt volt, magasabb régiókban maradtak meg az erdők. Jelen pillanatban, ahol az erdők vannak, az mind mocsár volt. Most megfordult. Nagyon érdekes, ha megnéztek régi térképeket, pár száz évvel ezelőtti térképet, ahol most erdő van, ott mocsár volt, és ahol akkor erdő volt, ott most lakott terület van általában. Tehát az erdők ugye felhúzódtak a magasabb területekre. Mivel a vízrendezés után, ugye 200 évvel ezelőtt durván volt a vízrendezés, utána megváltoztak a vízviszonyok, a kocsányos tölgy élőhelye is átalakult. Egy-két ilyen tanúfa azért található még a megyében. Jártatok be, keltetek be, ha jártok Békés megyében, láttak ilyen matuzsálemeket, útmentén is. Mert mentek Szarvasra, biztos figyeltétek, hogy mentek 10 km és két nagy tölgy. Megint két nagy tölgy, hogy került az oda? Hát régi postautak voltak, ugye a postakocsi, ahol ment régen. Azokat ilyen tölgyfákkal szegélyezték, és ez a néhány tucat még megmaradt belőle. Tehát több száz éves fákról van szó. Na, visszatérve a maggyűjtésre, nyilván mivel ezekhez az éghajlati viszonyokhoz, termőhelyi viszonyokhoz a tölgy nagyon jól alkalmazkodott, klimax, fafaj, a fő csapás irány nálunk is az, hogy tölgyesek legyenek a természet utasítása, illetve iránymutatása alapján. Ahhoz kell nekünk tölgymakkot gyűjtenünk. Most már lehet kezdeni a gyűjtést, általában szakaszos a tölgynek a termés, az utóbbi években szinte minden évben van termés, hála Jóistennek. Most inkább a cserrel lesz probléma, amit az előbb beszéltünk. A cser 5-6 éve nem nagyon terem. Nehéz lesz összevadászni az egy-két mázsát is, amire szükség van. Kocsányos tölgyet viszont szerintem hamar meg fogja szedni a csapat, főleg ha ilyen lelkes csapat, meg ilyen lelkes vezetői vannak, és ilyen jó vezetői, mint Zoli és Pali és a többiek. No, hát a kocsányos tölgy ről annyit talán érdemes, hogy könnyű felismerni. A levele egyszeresen vagy többszörösen szeldelt, íves, tehát a szemben a cserrel a levele íves, tehát veszünk egy levelet, akkor látjátok, hogy nem hegyben, hanem íbben végződik, nagyon jó, bár ezen már nem nagyon látszik, az öblökbe, a levél öblökbe is fut a levélére, a zöld leveleken jobban látszik, tehát a kocsánytalan tölgytől, mert ugye van egy néhány szál kocsánytalan tölgy is a Békés megyében, az alapból megkülönbözteti, hogy levél ér fut az öblökbe is. Illetve, ami nagyon érdekes, hogy a levél, hogy ráfut a levélnyére, cimpába végződik.